Először is szeretnék mindenkinek köszönetet mondani azoknak, akik, akik nézték, illetve nézik a videókat a csatornán. Legfőbbképp azoknak, akik, akik pozitív értelemben hozzájárultak. Mindazok, akik, akik vették a fáradtságot arra, hogy megnyomják a like gombot, akik megosztották, mindazok, akik kapcsolatba léptek velem, és mindazok, akik hozzászóltak. Akár pozitív, akár negatív értelemben. Ugyanis én mindegyikből tanultam. Az, hogy egyetértek e vele, az egy másik kérdés. Teljesen mindegy, hogy ki mit gondol, hiszen... Hiszen a végén majd ki fog derülni, hogy ki az, akinek igaza van. Úgyhogy csak, csak köszönetet szeretem volna mondani elsősorban azért, hogy, hogy támogattátok a csatornát, és hozzájárultatok azáltal, hogy figyelmet szenteltetek annak, amit én csinálok. Még akkor is, ha esetleg nem értettek egyet ezzel. Most azonban így 400 videó után, egy fél év alatt úgy gondolom, hogy ideje továbbállni, hiszen a veszélye igen nagy annak, hogy így vagy úgy, de a jövőben le fogják tiltani a csatornát, hiszen egyrészt ugye az anyag, ami megjelenik rajta, másrészt a, azok az ellenérzések, amiket rengeteg emberből kivált. És ezt szeretném elkerülni, ugyanis 400 videót újra feltölteni az az egy akkora erőfeszítés lenne, ami, amiben bele se akarok gondolni egyelőre. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy ezt a, az Info Bubble csatornát befejeztem, és nem valószínű, hogy fel fogok tölteni több videót a jövőben, ide esetleg nagyon ritkán, úgyhogy ezen a csatornán semmiképpen ne keressétek. Természetesen ami fönt van, azt mindenképpen fönt hagyom. Ez a cél, hogy ezeket megóvjam, úgyhogy ez továbbra is. Akit érdekel, aki szereti, aki úgy gondolja, hogy hasznos, az ossza meg, nézze, hallgassa. Ugyanúgy kapcsolatba léphettek velem a jövőben is. De videót ide már nem fogok feltölteni. Legalábbis nem tervezem. Én gondolom, hogy ez örömmel töltett több embert, mint amennyit nem azonban még mielőtt Pesgőt bontanának és, és megünnepelnék azt, hogy nem lesz több videó. Ez azért ilyen formában nem igaz, hiszen az igazságot továbbra is terjeszteni kell és fel kell ébreszteni az embereket és megérteti velük azt, hogy egy álomvilágban élnek, úgyhogy egy új csatornán fogom folytatni. Ugyanígy, ugyanilyen formában, csak ugyanilyen Infobubble néven a Youtube-on megtaláltjátok a linkjét majd a leírásokban, a videók leírásában. És egyszerűen csak iratkozzatok fel oda, osszátok meg az ismerőseitekkel, és ugyanúgy folytatódik az egész történet tovább ott, mint ahogy itt volt. De még egyszer az oka az, hogy nem akarunk kockáztatni azt, hogy valamilyen oknál fogva letértsák a videók miatt, és újra kelljen az összes videót feltölteni és megosztani, úgyhogy inkább átvonulok egy másikra, és az egészet ott folytatom. Úgyhogy mostantól a kék stop táblát keresétek, és ott lesz a... Ott lesz az információ és az igazság. Tetszik vagy sem, egyetlen igazság van, és nem mindenkinek van igaza. Úgyhogy mindenki aki a van ért egyet, az az, aki nyugodtan hátra dőlhet. A többi pedig megvitathatja egymás közt. Még, még annyit utoljára hozzátennék, hogy esetleg azok, akik hiányolják a kommenteiket, hogy nem jelennek meg a kommentek, azok azért nem jelennek meg, mert egyszerűen ők lelettek tiltva. Olyan kommentekre nincsen szükség. Ez nem, nem egy kocsma, nem egy foci meccs, ez nem egy koliszoba, itt, itt nem minden vélemény játszik, és nem minden vélemény értékes. Úgyhogy, ahogy mondtam, számtalanszor a demokrácia egy hazugság, ez is csak egy példája. Aki nem ért egyet, az menjen oda, ahol azok vannak, akik nem értenek vele egyet. Semmi szükség arra, hogy itt hangoztassa az ostoba bugyuta megnyilvánulásait a különböző témákról. Ugyanúgy, ahogy körülbelül rólam gondolják más fórumokon, én ugyanúgy gondolom róluk. Fölösleges itt rontaniuk a levegőt, itt hangoztatni ezeket a, a butaságokat, amiket az emberek össze- hangoztatnak. Úgyhogy én ezt javaslom mindenkinek, akit ez érdekel, amit én csinálok, az a fajta látásmód és az a fajta nézet, a akkor halleluja, annak itt a helye. A többi meg ahova akar oda megy tőlem. Nekem teljesen mindegy, nem érdekel a véleményük egyáltalán. Nem akarok hallani többet a, a Názáról, az űrhajókról, arról, hogy menjek vissza az iskolába, vagy arról, hogy átírták a, a Bibliát. Ezek abszolút nem érdekelnek ezek a dolgok. Viszont mindenki, aki támogatja ezt az egészet, és aki egyetért, az, azt nagyon szívesen látom. És az elérhetőséget ezért adtam meg, én mindenkitől szívesen hallok, aki, aki, akinek kérdése van, javaslata van, pozitív értelemben nagyszerű. És azok azok, akik miatt ez az egész készül. Hogy ők, nekik legyen egy olyan hely, ahol, ahova el tudnak vonulni, az őrületből, meg, meg az erkölcstelenségből, meg a tudatlanságból. Ők azok, akik miatt ez az egész készül, akik számítanak. A többi az egyáltalán nem érdekel. Még annyit hozzátennék, hogy ne iratkozzatok le erről a csatornáról, hanem egyszerűen csak iratkozzatok fel a másikra, mert a jövőben még alakulhat úgy a helyzet, hogy visszatérek erre, attól függően, hogy hogy alakulnak a dolgok ott, úgyhogy hagyjátok meg mind a kettőt, és meglátjuk, hogy hogy alakul a jövő, illetve az a másik csatorna hogyan fog működni. Elképzelhető, hogy időnként ide is felkerül egy-két videó elvétve, azonban ha onnan ott valami probléma történik, akkor egyszerűen csak visszatérek ide, úgyhogy ne iratkozzatok le egyikről sem, illetve maradjatok rajta mind a kettőn. Úgyhogy várok szeretettel mindenkit az új csatornán, és mindenkinek a leges legjobbakat! Halleluja!